Sziasztok! Én Naiko vagyok, vagyis AKB48B, és ez itten a Minecraft következő verziója, ami nem más, mint az Alpha 2009-05-15-ös verzió, és ha megtalálom a kontrolleremet, akkor még lesz is ebből valami. Ennyit a felkészülésről. Nos, ebben a verzióban csodák csodájára igencsak van változás, méghozzá a tájgenerálás erősen megváltozott, most már valami formája is kezd kialakulni a játéknak, most már táj, hegyek, dombok, völgyek találhatók a pályán. Nos, első játék, ami azért többet tartalmaz, mint ahogy kinéz. Például végre bekerült a törési animáció, és már látványosan tövik a blokk. Továbbá vannak új blokkjaink is. Úgy tudom, hogy barlangok azok nincsenek még, de azt mindjárt meg is nézzük. Az új blokk egyike a sima kő, habár ez egyértelműen látszik. Következő blokk számgombokkal lehet előhozni, mint a föld. Ez nem is olyan nagy újdonság. Következő blokk a cobblestone. Következő pedig a wooden planks, vagyis a fa blokk. És úgy tudom, hogy a blokkokból összesen ennyi található, még saplinget kapunk a játékba, ami végre már valami haladást is jelent talán most már. Tehát meg most már lehet fát is ültetni. Az emberi mobunk az továbbra is jelen van a játékban. Továbbra is idiótán mászkál. Nem tud többet. Aha, és fát lehet egymás hely tetejére is rakni, hát ez nekem újdonság. És még át lehet rajta menni még mindig. Jó. Kb. Ennyi az új újítás ebben a változatban. Haladunk is majd lassan tovább. A következő újítás az nem más, mint a textúrát érinti, ami már szembetűnő is az előző verzióval szemben, hogy a fő blokknak most már van oldalnézete, ami eddig bizonyára nem volt, mert körbe-körbe zöld volt a kocka. Most már azért oldalról nézve is látszik, hogy ez egy fűblokk. Ha nem teszek oda egy követ. Most már látszik, hogy fűblokkról beszélünk. Még egy újdonságot lehetne megemlíteni, hogy ha emberi lényeket akarunk spanoltatni, ahhoz nem kell más tennünk, mint hogy a G gombot folyamatosan nyomkodjuk, és annyi emberi mobot spanoltatunk, amennyit csak szeretnénk, vagy amennyit a gépünk elbír, tehát lag szempontjából tökéletes választás. Így szépen be tudjuk népesíteni a mi kis világunkat. Ennyi talán elég is. Ez bőven elég. Előszeretettel szeretnek leesni is, amit
Nagyon szépen végre is hajtanak. Hát ők mennek a darálóba. Nos, nézzük, hogy barlangokkal hogy állunk. De tudom, hogy barlangok nincsenek. Így van, barlangok továbbra sincsenek. Mi meglepő, vagy nem meglepő? Még egy újdonság, ami nagyon jó pofa. Ahhoz keresünk egy megfelelő sík területet, amit leszedegetek, és rögtön ki is derül, hogy mire gondolok. Következő újdonság pedig az, ami már látható is, hogy terjed a fűblokk. Most már a fűblokk élőnek tekinthető. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!